Közhelyek nélkül tudnék, nem tudnánk végezni a munkánkat. Amely nem csak egy nagy-nagy puzzle egy darabja, ettől lett nagyon-nagyon sok színű a filmes felhozatal. A zsűri döntése értelmében Varság a világ közepe, Szabó Attila, Bálint Károly. Az első helyezett a zsűri döntésének értelmében Kincsesék világa, Magyari Tekla és Simó Csaba. Akkor így esetleg megfordítja, így esetleg beleszöltja, és akkor kihonyolok. Bálint Bence bácsi portáján azonban nem csak a zsitejkészítés hagyománya él tovább, itt működik ugyanis a környék egyetlen vízi fűrésze, amely azonban nem csak fát vág, hanem szükség esetén gabonát is őrül. A Tálasbérce nevű 1100 méteren fekvő tanyáról a varságiak úgy tartják, hogy a világ teteje. Vagyis a kis kocsmaként is működő vegyes volt. Nem lenne teljes ez a kooperáció, hogyha a Kárpát-medencei média munkásokat, és ez részemről a teljes főhajtás, amiatt a szolgálat miatt, amit önök tettek és tesztek. Mert nem egyszerű az önök feladata, hiszen ebben a világban, ahol elég nehéz a talmit, a valóditól megkülönböztetni, ahol ma már divat fake newsról beszélni, ahol igyekeznek sokan befolyásolni egy közösséget, az embereket, ott tényleg szükség van arra, hogy olyan emberek tegyék a dolgukat, akik, és ugyan eset erről szól, de keveset beszéltünk a felelősségről és a hitelességről. Hiszen önök nélkül ez az egész nem jött volna létre, amit az elmúlt 9-10 esztendőben létrehoztunk. És egy olyan időszakot élünk, amikor közel vagyunk a trianoni békediktátum centenáriumához. Valóban azt segítettük, hogy a gazdasági támogatások vállalkozókhoz jussanak, hogy ne csak szlogen legyen az, amiről mindig minduntalan beszélünk, és eljutottunk mára már oda, hogy azokat a nagy ecsetvonásokat megtettük a nemzetpolitikában. Ezért a kormány mindent megtett az elmúlt 9-10 esztendőben, hogy valóban ennek az alapjai és azokat a nagy ecsetvonásokat megtegye, amik ide vezettek. Éppen ezért, ha ilyen kegyelmi időszakot élünk, akkor nem lehet más a feladatunk, mint az, hogy ha komolyan veszük a munkánkat, akkor nem mondhassa az utánunk jövő nemzedék, hogy még azt a bizonyos templomot sem építettük föl, hanem egyfajta missziós munkát is végzünk azzal, hogy igyekszünk önmagunkat megújítani. De azért ezzel a komoly üzenettel és ezzel a komoly feltalisznyálással szeretném önöket útra indítani a jövőre veletek ugyanígy természetes igényével, és azzal, hogy jövőre elmondhassuk mindannyian azt, hogy egyet lépünk előre.